Először félpályás, majd teljes útzár mellett helyszíneltek a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai szerda délben a Dózsa-György úton. Információink szerint egy motorkerékpárral közlekedő férfi gázolt egy úttesten áthaladó gyalogost. Jelenleg Jászberény lakott területén belül itt a Dózsa-György úton vagyunk, ahol információink szerint egy személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Jelenleg annyi áll rendelkezésünkre, hogy egy motorkerékpáros ütközött egy gyalogossal, az ügynek a körülményeit és a felelősséget nyilván a rendőrség vizsgálja. A rendőrségi statisztikák szerint ilyenkor tavasszal megnő a motoros forgalom az utakon, és ezzel párhuzamosan a balesetek száma is. Nekünk is öröm, hogy egyre többen közlekednek kerékpárral, gyalogosan veszik elő a motorkerékpárokat, viszont ezzel egyúttal megnövekedik a baleseti lehetőségeknek a száma. Nagyon szeretnénk felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy a szabályok betartásával közlekedjenek, legfőképpen itt a sebességkorlátozásra gondolok, az elsőbségi jogviszonynak a megtartására, illetve azzal, hogy legyünk toleránsak egymással szemben, hiszen mindenkit hazavárnak. A Jászberényi Rendőrkapitányság arra kéri a sofőröket, hogy az autósok fordítsanak fokozott figyelmet a motorosokra, számítsanak jelenlétükre a közutakon. Ugyanakkor a motorra ülők vegyék figyelembe saját képességeik, a járművük határait és a KRESZ rendelkezéseit betartva közlekedjenek.